Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a Föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. Amen. Hallgassuk meg, szeretett testvéreim, Isten igényét, amely megíratálható a Zsoltárok könyve 33. fejezetének 12. versében eképpen. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Isten szeretne boldoggá tenni, és ő nem csak egyénekben gondolkodik. Isten mindig nagyobb, és ahogy az igéből tudjuk, az ő gondolatai is magasabbak, a mi sokszor kicsinyes, szűklátókörű, behatároló, vagy éppen kizáró gondolatainknál ilyen az ő szeretete. És így lehetünk mi is ennek a szeretetnek részesei, hiszen nem csupán Izrált választotta ki magának, hanem Krisztus által mi is, a korábbi pogány népek is, beletartozhatunk az ő szövetségébe. Népe, gyermekei lehetünk. Annak idején a teológián volt egy beszélgetésünk Szabó Dani bácsival, a Presbiteri Szövetség elnökével, aki felhívta a figyelmünket arra, a bibliai igazságra, hogy Isten nem csupán a személyekben, hanem népekben, nemzetekben is gondolkodik. Az ókori gondolkodásra jellemző is volt, hogy még az egyes világkorszakokat is, amelyeket ajónoknak, eónoknak neveztek, úgy nézték, hogy azok egy-egy népnek a felemelkedését, uralkodását, majd pedig hanyatlását, idejét jelentették. És úgy látták, hogy ahogyan az emberi életnek, úgy egy-egy népnek nemzetnek is megszabott ideje van. Mi is valamelyest így tanultuk a történelmet különböző régiókra, országokra figyelve, például Mezopotámiára, Egyiptomra, Asszíriára, Babilonra, Görögökre, Rómára, Kínára, Afrikára, Amerikára, Ázsiára, vagy éppen Európára. És mindezek történelme közepette, illetve mellett Egyszer csak megláthattuk a magunk kicsi népének az életét, amire Dani bácsi szintén felhívta a figyelmünket, hogy Istennek ezzel a mi kis népünkkel is minden a különleges terve van, hogy még itt lehetünk, kelet és nyugat határán, ütköző pontján, mint egy hidat képezve kelet és nyugat között. Nyilván ezért is tartott meg bennünket Isten, mert szeretete által terve volt, és terve van velünk is. És hitünk szerint, a vele való közösségre jutásban felhasznált történelmi személyeket, eseményeket is. Hisszük, hogy történelmi szerepe volt István királynak, akiről augusztus 20-án emlékezünk meg, és az Istenhez való odafordulásnak, a keresztény hitretérésnek, a keresztény hit felvételének. Sokan ebben látják, hogy a nagy népvándorlás olvasztó tégeiben más ideérkezett népekkel ellentétben népünk fennmaradhatott, megmaradhatott, tovább élhetett, az őt körülvevő szláv és germán népek között. De a népünk különleges, kiválasztott voltát hangsúlyozták az ég alapján a reformátorok is, akik a frissen lefordított Bibliából, az Ószövetség profétáit követve, hívták önvizsgálatra, bűneikből való megtérésre, az embereket, Isten büntetéseként láttatva a török pusztítást. És az ő példájukat követi kölcse is, himnuszában, szintén Isten kegyelméért könyörögve nemzetes számára, éreztetve, hogy Isten kezében van a sorsunk, az ő kegyelmétől függ megmaradásunk. Szánt meg Isten a magyart. És hogy hogyan függ össze Istennel a nép boldogsága? Ha abból a tétából indulunk ki, hogy Isten szabadulást szeretne adni bűneinkből, akkor logikus a következtetés. Boldogabb az a nemzet, ahol kevesebb a bűn, a bűncselekmény, az embereket tönkretevő rossz, ahol az emberek nem pusztítják és rombolják egymást vagy magukat, ahol áldásként tudnak lenni egymás számára, ahol áldás a gyermek, a felnőtt, a tanár, a kórházi dolgozó, a munkás vagy a vezető, ahol szeretetben és biztonságban élhetnek, fejlődhetnek az emberek, és így bontakozhat ki az életük. Boldogabb az a nép, ahol nem lopják el a közpénzeket, hanem ráfordítják a kórházakra, iskolákra, az emberekre, de ez kicsiben is érvényes. Boldogabb az a nép, ahol nem lopják meg egymást az emberek, hanem munkával keresik a kenyerüket, és így segítik egymást. Ahol nem egymás ellenében élnek, hanem szeretettel támogatva, egymás szolgálva, munkálkodva egymás érdekében, és ott minden más lehet. És ezt kell újra és újra tanulnunk Krisztus tanítványaiként, ahol nem az önzés, hanem a szeretet munkálkodik, az minden közösségen megérezhető, családon, munkahelyen, népen, nemzeten, országon. A boldogság eredeti Héber szavának értelme összefüggésben van a tovább lépéssel, erről eset más szó. És ilyen módon, ahol Istenben bíznak, ott mindig van tovább. Ott van jövője a nemzetnek, népnek, országnak, családnak. Ott van megmaradás. És milyen más úgy tovább menni, elköszönni, átadni a stafétát, letenni a lantot, hogy látjuk a jövőt, amely folytatódik, és amelyben mi is egy láncszem lehettünk. És mennyivel másabb, ha azt látjuk, hogy a boldogság, a boldogulás, a közösségünk boldogulása érdekében, mi is áldást lehettünk, és így kaphatott értelmet az életünk. Mert a szeretetünk legtöbb esetben visszahat a mi életünkre is. Hisz az ige szerint, aki másokat felüdít, maga is felüdül. Hiszük, hogy Isten szeretetének a továbbadása, megérése ilyen módon is boldoggá tesz és boldogít. De természetesen ez csak a szabadság közegében valósulhat meg. Az erőszak az erőszakosság, az erőszakos térítés már nem működik. És jól is van ez így. Érdekes látni, hogy a 19. század forradalmaiban szereplő nemzetek szabadságáról, önállósodásáról mennyire áttevődött a hangsúly az egyén szabadságára. Így módon az ember a személy felelőssége a döntés, az emberé, amely része alkotója, formálója a közösségnek az emberi, amely szeretettel győzhető meg igazán. Az erő alkalmazása nem szülő őszinte és hiteles választ, csak kikényszerített és képmutató döntést. A szeretet alkalmazása lehet ma is igazán hathatós és meggyőző. És ez a legnagyobb feladat, a legnagyobb kihívás. Jézus ezzel a szeretettel keres minket. felmutatva számunkra önfeláldozó, bűnbocsátó, bűneinkből feloldozni, megszabadítani akaró szeretetét. És minél többen fordulnak, térnek oda hozzá, minél többen lesznek a követői, minél többen lesznek a bűneiktől szabadok, és kezdenek el élni egy új, már nem a bűnök által befolyásolt, hanem szeretettel és önzetlen, megtisztult, jó cselekvő, segítő, szolgáló életet, ez annál inkább hatással lesz a nagyobb közösségekre is családra, munkahelyre, egyházra, népre, nemzetre, országra, világra. Bárcsak így lenne. Amen. Imádkozzunk. Urunk, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörű szolgáidon. Árazz ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságot fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját Ted maradandóvá. Amen.